Új videót kezdtem a Kentrére. Itt vannak kint a lovak a Tóbiáson. Még lehet, hogy nem is látszódnak, de mindjárt ide érnek. Rájuk is közelítek. Nagyon szépen jönnek. Sanyi, azért láttam szemköt. Igen! Hogy mi? Hát mi megszeretjük, jó? Nem mondjuk egyformát. Érkeznek a következő körre. Elől Welcome Bélával, mögötte pedig Matthias Corvinus Sanyival. Welcome egy 5 éves, Mayday apaságú ugrólónak szeretnénk majd őt. A Matthias Corvinus pedig 3 éves, tavaly már futott, idén hamarosan bemutatkozik nálunk is. És feltűntek ismét a képernyőn, a napsütésben érkeznek. Tehát gyönyörűséges. Welcome. Szép eső. Jaj, és a Sanyi a Matthias Corvinusszal. Említette a Sanyi, hogy száldosnak a virágok. Megmutatom, mi minden van itt. Hát az akác először is, de amellett a földön is van nekünk kutyatej közönséges nevén. És van valami nagyon különleges. Először még a lovak. Aztán ellazult végre Matthias Corvinus. Hosszú idő kellett neki, és jó néhány nap, hogy ilyen lazán menjen körbe, ne kínlódjon. És akkor Sanyi biztos nagyon örül neki, de megmutatom még, hogy mi minden van itt. Van vadzsájánk, nagyon jó illata van, úgyhogy ez nem fog száldosni, de ismét jönnek. Ó, papukám! Mi a helyzet? Utól érte Sanyi. Welcome ott. Most egy kis kínlódás van a virágoktól. Van, talán. Érzékeny kis állat. Szóval van ilyenünk is itt. Emellett itt még nem virágzik, de itt van a kakukkfű. Ó, fantasztikus illata van. Mindenféle húsokba. Jó fűszernövény, meg tejának is. És jönnek. Azért elég hosszú munkát mennek. Egy kör 400 méterre becsülünk. És hát azt hiszem, hogy le is mérték már hivatalosan, amikor készültek még régebben a vágtára különböző lovakkal. Na, most megállnak, szerintem kitrappolnak, és akkor majd újra itt előttem ki fognak jönni. Folytatva a növény bemutatót, de csak a Sanyi kedvéért. Itt van egy következő virág, hogy igen. Nem tudom pontosan mi ez, majd meg kéne kérdeznem. De hát főleg ilyen gyepekre jellemző, rétekre jellemző virágok vannak itt, és növények. És jönnek trappot. Gyermek fognak itt állni. Ledolgoztak. Gabi, kerüld meg! Oké, fordulhat.
Nagyon szépen néznek ki mind a ketten. Csak álmélkodok. Megkerüljük is megint. Ha megkerülhetsz itt kétszer is. Nem állt. Aránylag el volt. Voltak jó szakaszok, amikor elengedte magát. Törmök jönnek, nem ez a, ami szokott lenni a műfának. És az minden érges volt rá. Kíván, papu? Most majd csinálja, de nem is látok oda. Hiszt is vagy mi? Jaj, de szép ez a, ez a szürke itt a sárga virágokban. Na, elengedettek itt. Tudják, hogy itt nem szoktunk gyorsunk átmenni, hanem egy átmozgató, lassú vagy közepes munkát. És most indulnak haza. Végre jó idő van, igen, már mindenki nagyon várta. A hideg után hirtelen bejött azért egy másfél hét hideg. Hallani a madárcsicserkést is. Hát igen, igazi relaxációra alkalmas hely. Hú, jönnek a Giorgioék, hallom hangjukat. És hogy ki ne maradjon, az egyik nagy kedvenc az a növény, néhány napig virágzik csak. Ennek is meg kéne néznem, hogy mi a neve pontosan, de gyönyörűséges, különleges